Kósolyatán vagyok, 19 éves, és most végeztem a gimnáziumot, és pénz- és számvitel szakon szeretnék tovább, vagy fogok tovább tanulni. Szirbek Ádám vagyok, 20 éves vagyok. Tőzsdézéssel a hazai piacon körülbelül 3-4 éve foglalkozom, saját pénzzel. Tisztán emlékszem, 2008-ban földrajzórán volt a Lehman Brothers csődjéről pont másnap, és azzal volt az a momentum, amikor elkezdett érdekelni az egész gazdasági folyamatok, a pénzpiacok és a részvénypiacok. Hát én konkrétan benne voltam már, mint a kereskedésben, mert már akkor így kezdtem kereskedni a magyar piacon, és az OTP-be ragadtam bele ilyen 6000 forint környékén, és hát részben azon keresztül is éreztem, részben pedig ugye hírekben, meg gazdasági oldalakon, marketplace-ot olvastam, meg ilyeneken keresztül láttam. Úgy gondolom, hogy ez a válság sokkal jobban elmélyült, és talán nem jól kezelték, nem volt elég a szokásos likviditási könnyítés, illetve tehát a problémák sokkal súlyosabbak, mint kezdetben gondolták. A bankokat úgymond a tőkeáttételüket lejjebb kéne építeni, gondolom, hiszen nagyon nagy kockázatnak vannak kitéve. Ez irányba elindultak pozitív lépések, stressztesztek, de ezt kéne szerintem folytatni. Hát egy kompromisszum kéne az államok, mint ugye az ország vezetői, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és a vállalatvezetők között. Mert ugye a válságban úgy volt, hogy a legtöbb országban, hogy az állam segítette meg a vállalatokat, és öntötte a pénzt. Viszont ebben a helyzetben meg akkor a vállalatoknak kéne valamit engedni, vagy segíteni, hogy az államon. Szóval egy közös megoldás kéne.